nyújtott várral kell megfogni, igen. Többek között testtömegindex, vérnyomás, pulzus és vércukorszint mérésen, illetve csontsűrűség ellenőrzésen is részt vehettek azok, akik ellátogattak a szekszárdújvárosi római katolikus társaskör által szervezett hagyományos tavaszi egészségnapra. Most a vérnyomást mérést voltam, meg a testsúlymérésbe voltam, meg itt a doktornőnél voltam, úgyhogy ide várok. A Szent István házban megrendezett egészségügyi napon a vizsgálatok teljesen ingyenesek voltak. Úgy gondoltam, az egészség előrebbre való, és gondoltam, szakítok időt arra, hogy hogy és mi. Állandóan nem jár az ember lánya a körzeti orvoshoz, és azért itt azért több mindent megmérnek, de nekem lényeges a vérnyomás és a vércukor, mert hát mondjuk most jelenleg éppen a vérnyomással küzdök, úgyhogy de hasznosnak tartom mindenféle tekintetben. Mindegyiket nyugodtan tessék megkóstolni. Esetleg van többféle receptünk, nem mind van itt elkészítve, de ami megtetszik, azt nyugodtan el is vihet, és ott is próbálhatja. A programot egyébként minden évben két alkalommal rendezik meg. A szervező ugyanis azt mondja, hogy évről évre egyre többen tartanak igényt az egészségnapra. Most már az időpontokat hosszú időbalentumban adják, és az idősek meg nem tudnak elmenni, ide jönnek, és itt igazából megszűrjük őket, és a másik dolog meg, ami nagyon jó, hogy jönnek és szeretnek eljönni, tehát hogy törődünk velük, foglalkozunk velük. Az egészségügyi nap keretében minden évben képviselteti magát a Szekszárdi Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya. Ilyenkor egyebek mellett különböző memóriateszteket végeznek a szakemberek. A 60 feletti korosztályt szűrjük, ugye 60 éves kortól már érdemes alávetni magunkat ilyen szűrővizsgálatoknak, hiszen ezek a tesztek, amiket itt elvégzünk, azok jeleznek, hogyha valamilyen rövid távú memória vagy megtartó memória probléma van, és nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb kapjanak kezelést és segítséget azok, akiknél eltérést tapasztalunk. A szekszárdújvárosi római katolikus társaskör egészségügyi rendezvénye a nap végén előadással zárult.